TV2, RTL Klub, Viva. Disney csatorna, TV2. RTL Klub. Viva TV. RTL Klub. RTL Klub. Comedy Central. RTL. TV2. Index. Velve. Ilyen Flickr. Facebook. A National-nek a honlapja például. Facebook. 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 Meg ilyen közösségi oldalakat inkább. Index, Facebook. Index, Facebook, Premier és időjárás. Tudatos médiafogyasztónak tartod-e magad? Ez a tudatos médiafogyasztó, hogyha azt jelenti, hogy mindent próbálok olvasni minél szélesebb körben és befogadni a dolgokat általában objektív nézőpont szerint, akkor remélem igen. Mit gondolsz, milyen csatornákat érdemes nézni, és érdemes-e odafigyelni arra, hogy mit nézünk? Televíziózásban az a legjobb, hogy amikor a kis távkapcsoló kezedben van, akkor rengeteget tudsz vele kapcsolgatni. És annyi csatorna van, hogy valamelyik nap történt meg velem az is, hogy kapcsolgattam, és olyan csatornák jöttek, hogy nem is tudtam, hogy léteznek. Tehát az, hogy mondjuk főzőcsatornákból rengeteg van, de ismeretterjesztőkből is még több, az rengeteg tudást tud adni, és tudja mindenki magát képezni. Tehát nem szabad leragadni csak a híradónál, vagy csak egy bulvárműsornál, vagy egy tehetségkutatónál, hanem azt gondolom, hogy ezeket a szegmentált részeket is meg kell nézni. És tök jó, hogyha mondjuk megismered azt, hogy mondjuk a Fishing and Hunting csatornán hogyan kell horgászni, tehát mikor máskor tapasztalnád meg ezt, hogyha nem mondjuk a tévékészülék előtt. Hogyha otthon leülsz tévét nézni, akkor hogyan választasz tévécsatornát? Hát hangulat függő, mert van olyan, hogy csak leülök egy negyed órára, hogy szeretnék pihenni egy kicsit, vagy ha mondjuk konkrétan filmet akarok nézni, akkor meg nyilván már kinéztem előtte, hogy mit szeretnék. Szerintem az például nagyon fontos, hogy az ember csak olyat ossza meg az ismerőseivel, amit akkor sem szégyelne, hogyha mindenki látná, tehát nem csak az ismerősei, de hát ettől függetlenül is felhasználják az ember nevét különböző reklámcélokra például, illetve ami most egy új divat a Facebookon, azok a különböző alkalmazásokkal terjedő vírusok. Hát ezekkel nagyon vigyázni kell, én általában linkeket külön ablakban nyitok meg, nem onnan kimásolom, rákeresek. Óvatosan kell ezzel bánni, mert sajnos nagyon sokan visszaélnek a Facebook adta lehetőségekkel. Nagyon sok olyan használója van az internetnek, a tömegmédiának, akik valami rosszat akarnak a gyerekektől, olyan információkat szereznek meg tőlük, amit később másra használnak, olyan szájtokat üzemeltetnek, amelyekre nem szeretne valaki tudatosan fölkerülni, és megdöbben, hogyha véletlenül a későbbiekben mégis megtalálja magát. Nagyon sok konfliktus származik ebből, és súlyos következményei is lehetnek ennek, és éppen ezért jól meg kell fontolnia mindenkinek, hogy amikor föllép ebbe a virtuális térbe, saját magáról mit közöl, milyen adatokat ad tovább, milyen információkat oszt meg másokkal, illetve milyen tartalmakat hív le, ki kell lép kapcsolatba. Ezeket mind nagyon alaposan meg kell fontolni, és nem véd meg bennünket a szoba, nem véd bennünket meg a zárt tér, ahol használjuk általában ezeket az eszközöket. Bizony, hogyha azt gondoljuk, hogy azok védelmet biztosítanak, ez nem így van. Ha az internetet nézzük, akkor ön milyen praktikus tanácsokkal szokta ellátni a csemetéit? Például itt van a Facebook, amit azt gondolom, hogy egyfelől egy jó dolog, mert egy kommunikációs felület és kapcsolattartás, meg ezek a mindenféle közösségi szájtok is. Másfelől viszont azért elég erős függőséget is okozhat, és ez érezhető. Néha még talán az én gyerekeimnél is, legalábbis az én ízlésemhez képest többet Facebookoznak, de ahogy hallom, más szülőknél is ez elég erős probléma. Azt hiszem, hogy például ebben segíthet a virtuális, meg a valós kapcsolatok közötti lehetőségekre való rámutatás, meg ilyenekből példaadás. Tehát elmegy a család kirándulni, és utána 3 hónap múlva visszakérdezek, hogy mire emlékszel az előző 3 hónapból, akkor valószínűleg nem a Facebookon leírt lájkolásra fog emlékezni, hanem arra, hogy milyen jót fociztunk a nagy réten.